Két szempontból is fontos nap volt január 25-e a püspöklarányi általános iskolások számára. Egyrészt hivatalosan ezen a napon ért véget a tanév első féléve, másrészt ezen a napon rendezte meg az Erős Lajos iskola a hagyományos labdarúgó villámtornáját, az Erős kupát, amelyet minden évben nagyon várnak a diákok. Ez a 7. Erős Lajos kupa, amit megrendezünk püspöklarányban. A 4 püspöklarányi általános iskola vesz részt rajta most már, és több kórcsoportban, 3 kórcsoportban tudjuk megversenyeztetni a gyerekeket. Kezdünk mindig általában a 2-es kórcsoport a legkisebbekkel, ők az alsótagozatos leányok küzdenek egymással, aztán a 2-es kórcsoport fiú, majd következik a 3-as kórcsoport lány, 3-as kórcsoport fiú, aztán pedig a legnagyobbak, azok már nagyon-nagyon profi meccseket tudnak vívni egymással. A 4-es kórcsoport, az a 7.-8. fiúk, 7.-8. lányok küzdenek meg a legvégén. Minden kórcsoportnak a mérkőzései után megvan egy eredményhirdetés, minden gyermek megkapja az érmét, ha az első 3 helyen végez, illetve egy kis édességet, csokoládét kap még a gyermek, illetve oklevelet. Tudjunk hirdetni minden kórcsoportban gólkirályt, a legjobb játékost és a legjobb kapus is egy kis oklevéllel díjazva van. Miután lejátszotta mindenki a mérkőzéseit, kialakul minden kórcsoportban egy-egy rangsor, és a legvégén pedig a legtöbb pontot szerző általános iskola megnyeri az Erős Lajos Vándorkupát, aminek most ebben az évben az az apropója, hogy most teljesen új vándorkupát kellett, hogy beállítsunk a forgalomba, a munkába. Hát a tavalyit már elnyerte 3-szor a Erős Lajos iskola, és innentől kezdve egy új kupa van. Nyilván itt is, hogyha egy iskola 3-szor megnyeri valamelyik kategóriájának a kupáját, az örökre az övé lesz, és ő őrzi a vitrinjében. Ezekért az érmekért, illetve kupákért folyt tehát az egész napos küzdelem, s valamennyi korosztályban izgalmas mérkőzéseket lehetett látni. Az alsósoknál a Petri telep nem állított ki csapatokat, így itt csak 3 gárda szerepelt. Érdekes módon a sorrend a fiúknál és a lányoknál is megegyezett. Nyert az Erős, második a Kávin, harmadik a Petőfi lett. A felsősöknél már ott voltak a Petrisek, ám valamennyi korosztályban a 4. helyen végeztek. A dobogós helyezéseken így a másik 3 iskola osztozott. Az 5.-6. osztályos lányoknál a Petőfi fölényesen nyerte meg a tornát az Erős és a Kávin előtt. A fiúknál ugyanakkor visszavágott az Erős, amely a Petőfi előtt begyűjtötte a bajnoki címet, miközben a Kávin itt is a 3. lett. Tulajdonképpen a legnagyobbaknál, a 7.-8. is hasonlóan alakultak a dolgok, csak itt fordítva. A lányoknál nyert az Erős, míg a fiúk aranyérmét a Petőfi szerezte meg. A további dobogós helyezések közül a lányok mezőnyében végül a Petőfi lett a 2., a Kávin a 3., míg a fiúknál a Kávin élet az ezüst, az Erősé a bronzérem. Így a 6 kategóriát összesítve az Erős iskola 4 arannyal, 1 ezüsttel és 1 bronzzal zárt, a Petőfi 2 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet szerzett, míg a Kávinnak 3 ezüst és 3 bronzérem jutott. A 2 vándorkupa közül a lányokét magabiztosan nyerte meg a házigazda Erős iskola, viszont a fiúknál holt verseny alakult ki a Petőfi és az Erős iskolák között. Ezt végül büntetőrugásokkal döntötték el, s ebben az Erős bizonyult jobbnak. Az eredményhirdetéseken a csapatok mellett a legjobbakat is jutalmazták. A 6 kategória legjobb játékosai Rácz Adrien, Pongrácz Dönisz, Pap Dorottya, Hajzer Tibor, Zsikla Norina és Telepó Zsolt voltak. A legjobb kapusoknak Rácz Rékát, Olá Zalánt, Csárdi Leilát, Erdei Gergőt, Cibi Annát és Kovács Bencét választották meg. A gólkirályoknál a 7.-8. fiúknál 3-os holt verseny alakult ki Karacs Dávid, Tomka István és Balog Dávid között. A többi mezőnyben Borzák Luca, Szabó Péter Milán, Karacs Anna és Gurbai József érdemelték ki a külön elismerést.